Solzsenyicin szavai jutnak eszembe. Ha hallgatunk a bűnről, ha nem büntetjük meg, még csak meg se rójuk a gonosztevőket, nem csak hitvány öregségünket oltalmazzuk, hanem kirántjuk az alapot, melyre az új generáció jogtudata épülne. A fiatalok azt szűrjük le tanulságul, hogy a hitvánság sosem nyeri el a büntetést e földön. Ellenkezőleg gazdagságot hoz. Szörnyű lesz egy ilyen országban élni. Füzesabonyba születtem, apám távirász volt, édesanyám háztartásbeli. Van egy családi kép, amelyen a szüleim vannak a hátunk mögött, mi pedig előtt. Nekem már akkor egy kis labdát tettek az elém, és a bátyámnak persze egy kis fakutyát, ami mozgatta a farkát, hogyha húztad. Úgyhogy az a benyomásom, hogy akkor erről a fényköpőről, ha ma visszanézek, hogy nekem volt egy előre látott életem, hogy a labdának köze lesz. Azt nem merni mondani, hogy éheztünk, de azért mi fapadoskaját tettük, ahogy annak idején mondtuk. Azt jelenti, hogy zsíros kenyeret is csak egyszer egy héten, vagy pedig szombaton, ha elmentünk, akkor kaptunk legpáros kenyeret. Boldogok voltunk, mert a mi családunk kimondott, kiegyensúlyozott család volt. Kisgyerekkorunkban az édesanyámnak a elhasznált harisnyájába tettük bele, ugye, különösen ilyen nyáron ilyen száraz füvet, úgyhogy abba focizgattunk. Kimondottan szerettem, de nem tekintett, és el se tudtam volna képzelni, hogy életemben, hát valóban abszolút döntő lesz az a labda, amit ott elkezdtem rúdosni. 54-ben leérettségiztem, igaz, akkor már ifjúsági focisként, ugye, akkor én, hogy úgy mondjam, már elég elfogadhatóan játszottam, de én nem tekintettem akkor még a futballt életem céljának. Úgyhogy egyik barátom, aki hevesen volt a járási tanács sport előadója, és őnek el kellett menni katonának, ő azt mondta, hogy gyere el, helyettem én betanítalak, és akkor te leszel ugye egy sportelőadó. És az nekem tetszett. Ezért mentem el, és így kerültem el, ugye 54-től 56-ig hevesre a járási tanácsnak. Hevesen, ugye nem politikai, túl fiatal voltam én, hogy valójában politikai döntéseket vagy ismere, csak úgy láttam a világot, ugye, hogy itt hevesen, itt más, mi, aki én mégis a tanácsnál vagyok, mi tesszük ki azt, hogy ki az a kulák, és én meg Füzesabonyban 21-25 kilométer, 22 kilométerre az én saját nagyapámat is kuláklistára akarják tenni. Természetesen ugye a tanács, meg ugye a pártnak a viszony egymáshoz abszolút teljesen ugye egy nívón, és hát én kisgyerekként, hát viszonylag kisgyerekként ugye egy hallgatok, hogy te jó Isten, ez a csőcserék, hogy milyen dolgokat csinál fönn Pesten, ugye, hogy itt a rádióban is lőnek, és szóval valahogy az életemben azt mondja, te jó Isten, hogy ilyen emberek vannak, akik nem képesek kivárni ugye a sok gyönyörű lenini tanításai alapon, hogy előbb-utóbb úgy majd a szocializmus ugye, és a kommunista elmélet ugye teljesen eltörli erről a földszínéről a kapitalistát és a szabad világnak az elméletét, szabad kereskedelmi életet, ugye. Szóval van egy ilyen ütközet, és vannak, akik nem képesek ezt kivárni. Őszintén körülbelül így gondolkozhattam akkor, és egyből, ugye, 20, hát akkor győzött a forradalom, megvan az új szabad Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, és akkor ellenkezőleg már nem csőcselőkről beszélnek, hanem forradalmárakról. Hát mondom, ezt azért ezt nem értem. És akkor fogtam is azon a vasárnap 28-án fölmentem Pestre. Rettenetes belső harc volt bennem, és akkor Pesten megláttam, hogy te jó Isten, itt nem csőcselék van, itt a magyar nép lázadt föl, egyszerűen a kommunizmus ellen, hogy ezt nem tudta tovább bírni már, mert nem is lehetett tovább bírni, ugye. És akkor véletlen megérkezek a keleti pályaudva, és ott vannak ugye fiatal forradalmárok, ugye, igazi magyar zászlóval és már Lukas zászlóval, és kérdik a hangot, hogy kinek van vezetőjogosítványa teherkocsira? Hát csak úgy, minden pátosz nélkül, nekem van, mondom. Hát akkor tessék, gyere velünk, üljél föl, és akkor megyünk a forradalmárok lefelé, vagy Dunántóra is mentünk, a falukba, ahol a kaját szedték össze, és adták a forradalmároknak. Úgyhogy én így csöppentem be olyan értelemben egy ilyen kocsiba, ugye,
És amikor jövünk fölfelé az Üllői úton, a mellettem lévő segédvezetőt kilőtte egy pali. Hát rögtön tudtuk, hogy egy ávós lehetett, ugye jó Isten, nem csak hogy rossz oldalon álltam, egy kegyetlen, elnyomó rendszernek a vezetői oldalán voltam. Ugye? Ez volt bennem. Úgyhogy az rögtön ugye mentünk befelé, és akkor ott van a Korvin köz, leteszük a forradalmároknak a faluról fölhozott kaját. Úgyhogy mondják, hogy szólj a bajusznak, hogy idejött egy teherkocsi, és akkor van egy sebesültjük. És oda jön a bajusz, én azt sem tudtam, hogy kicsoda, ezt kérnek szépen, akkor mondták, hogy ez a Pongrácz Gergely. Hát én még talán kedvet se fogtunk, mondtam neki, hogy tehet nézze a gyerek. Jó, akkor vigyék be, azt mondjam, ott a mozi háta mögött ott volt neki ilyen sérült embereiknek a izéje, mondjuk kis kórházak már, ugye, és szóval akkor álltam életem belőször a Gerdet. Halvány gőzöm se volt, hogy 62-ben és 63-ban együtt leszek Madridban a Közgazdaság Egyetem politikai szakán vele, ugye. Úgy két napig voltam az, utána visszamentem, ugye, mert semmiféle engedélyt nem kértem se a tanácsnál, se a szüleimtől. Több éjszakán keresztül gondolkoztam, elhatároztam, hogy kimegyek. A világos, hogy senkinek nem mondtam meg. Csak egy volt kulák származású barátomnak, aki füzesabonyi, de szintén hevesen volt tornatanár. Most mondjam, én kimegyek. Hát akkor én is, hát te kimész, hát akkor én akkor pláne, akkor kimegyek. Hát mondom, Sanyi, holnap 7-kor megyek a lakásodba. Volt egy kis 125-ös motorkerékpárom, én beöltöztem, 3 ruhát tettem magamnak, 7 órakor megjelennek a Sándornál. A Sándor, mint tornatanár, félcipőbe, vékony zokniba, megy. Hát az mi? Hát komolyan mondtad, hogy kimész? Sanyi, 1 fél percet van. Pesten megálltunk, a szegény Sándor az teljesen átfagyott, ugye mert igazán csak a balonkabátjában, meg a zokniával jött, és elmentünk Győrbe, gyönyörű ugye a városháza, ott azon a térre mondták, hogy ki akarnak menni, de ugyan mindenki csak így klasszikusan így elmegy mellette, ki akar menni Bécsbe, vagy menekülnek, akkor tessék itt a második utca jobbra, oda jön egy autóbusz, tessék felszállni, és visznek. Körülbelül egy olyan 10 kilométerre a határtól mondja, hogy én már innen tovább nem megyek, tessék, itt van még 2 vízesárok, és akkor azon átmennek, és utána a vízesárok mindig 90 fokra, tessék menni, ott lesz a határ. Közelülünk a vízesárokhoz, magyar katonák jönnek, és összeszedni bennünket, akik menekülni akarnak, föl a teherkocsira, visszaviszik Győrbe. Tessék fölfelé menni, és a Sándor beáll így egyik fának a háta mögé, így látja, hogy ott van. Azért magát is látom, tessék, jöjjön, hát mit játsza meg magát, tessék jönni. Sosanyi nem mozdul. Én meg ott megyek visszafelé velük, a több másik 50-nel, hogy visznek fölfelé. Tehát akkor rájöttem, hogy te ez a Jézus Krisztus sztori, azért nem vagyok benne biztos. Mert az magyar katona nem ment az egyedüli nyájért, hanem a nagy nyájat akarta fölvinni és vitte. Hát mondom, de ennyi az iskolát, ennyire hülye, én sem vagyok. Hát a Sanyi, ő, aki nem akart kijönni, én meg kívánok, én is beálltam egy másik. Maga is jön, mit játsza meg magát? Nem megyek én, ez valahogy magam vagy, de hogy megyek? Hát a Sanyit nem lőtte le, én értem se jött az a pali. Jó, elvitték őket, és akkor mondjuk, Sanyikám, most van 3 órán, ezen át kell menni, át kell ugrani a vízisárkon. Sanyi azt mondja, hogy rendben van, öregem, hát én aztán plánom. De én mondom, te 3 ruhára van rajtam, meg a pufajka, nem, te, én belefogok. Ugyanis láttuk, hogy sajnos az igen egy különös, vagy olyan fájdalmas látvány, volt, akik így próbáltak beugrani, és ott voltak belefagyva már a vízesárokba. Tovább mentünk, volt egy másik vízesárok. Érdekes, ott már úgy látszik, hogy ott már csak a magyar katonák lehettek, ott már nem láttam befagyott embereket, az elsőnél láttam. És kérdezem, hogy fönn a töltésen ott van egy magyar katona, természetesen ugye a gitárral, a régi. És azt mondja, hogy na, van cigarettátok? Van gyufátok? De jó Isten, mondom, hogy nem dohányzok. Na jó, azt mondja, hogy miért, hát ki akartok menni, akkor gyertek föl, és ott van már 20 méterre, ott a lerobbantott híd, ott menjetek át. Úgyhogy mondom, annyira be voltunk rezervbe, te jó Isten, az Isten idáig eljutott, és az utolsó pillanatban fognak bennünket vissza küldeni. Átmentünk, és kb. 50 méterre már ott volt az osztrák Vöröskeresztnek a jelvénye, úgyhogy ott így kerültem át. November 24-én érkeztem Bécsbe, ugye a menekült táborba, onnan próbáltam értesíteni a szüleimet, ugyanis nem volt elég bátorságom megmondani, hogy eljövök.
Nem volt. Szóval sajnálom, mert valóban a szegény édesanyja mondta, hogy hát hogy legalább megmondtad volna. Nem lett volna lelki erőm, hogy eljöjjek. Mit tudok én, hogy valahogy megváltoztassam az életemet? Végérvényesen eldöntöttem, hogy csak még egyszer valamikor a fűre léphessek egy pályára. Ott aztán nem lesz se a ifjúsági, se az egerbe lévő el nem határozásom, mert láttam, hogy szóval itt valami úton, módon, itt futballistának, hogy kellő legyek, mert ahhoz valamit azért mégis értek, legalábbis mindenki azt mondta, hogy elfogadható vagyok. Ausztráliából jön egy magyar menedzser, aki a menekült válogatott össze akarja állítani, és vinni kész magyar csapatként Ausztráliába, Sydneybe, ugye? Vagy Melbourne-be, nem emlékszem már pontosan, a kész magyar csapatot, és ott futballozni. Két hét edzés után sikerült berekerülnöm a 24-es válogatott csoportba, amelyben természetesen benne volt ugye a három világsztár magyar, ugye, bár ők Olaszországban éltek, ugye, az öcsi, a Puskás, ugye, a Szibor meg a Kocsis. De ez az illető számított rájuk, hogy azzal a három nagy sztárral, ugye világsztárral, és ezekkel megyünk. És emlékszem rá, hiszem szerdán kellett volna indulnunk, és hétfőn jön az értesítés, hogy kérem, a Puskás aláért a Real Madridba, a Kocsis meg a Cibor a Barcelonába, úgyhogy ők nem jönnek, és akkor jött a pal, és azt mondja, hogy maguk pedig nem kellenek ugye a három nagy világsztár nélkül. Úgyhogy hoppon maradtunk. Az is igaz, hogy akkor a magyar futballisták után is sokkal jobban kapkodtak, mint a mai világban. Még az is előfordult, hogy egy Zakariás néven egy magyar illető eladta magát, és szerződést kötött, és jó pénzt fölvett ugye franciáktól, akkor, amikor ő életében nem játszott. Tehát azt jelenti, hogy akkor a magyar futballistáknak neve oly nagy volt, hogy elég, ha egy menedzser, ugye, még feketén eladott egy a Zakariás néven egy abszolút soha nem futballozó embert. Akkor jött egy francia menedzser, és engem elvitt Grenoble-ba. Elkezdtem edzeni rettenetes nagy gőzzel, és nem vagyok játékba. Nem érek labdába. Pedig igen sokat szaladtam. És rákölyött jönnöm két hónap, hét körülbelül, nem több azért, két-három hét, mert jó Isten, ez a két középpályás öreg francia, az egyszerűen nem ad nekem a labdát. Úgyhogy én szószoros értelmébe a csütörtöki edzőmérkőzéseket leszereltem őket. Be akartam bizonyítani, hogy bizony én kezdőjátékos akarok itt lenni, kérem, nem a kispadon ülni. Úgyhogy körülbelül egy olyan, nem előbb, azért egy olyan másfél hónap múlva bizony kezdőjátékosra váltam, és kimondottam, megszerettek, látták, hogy milyen becsületesen dolgozok, ugye, és akartam is így fölfelé haladni a futball életembe. Úgyhogy három évig voltam ott, ehhez az a korhoz tartozik, amikor ugye édesanyámnak írom a levelet, hogy édesanyám, megérkeztem ugye Grenoble-ba, itt profi futballista vagyok, és írja a mamám, még néha telefonáltam is, hogy jó, rendben van, édes fiam, Józsika, hát itthon is játszottál, de mit dolgozol? Hát mondom, írja, hogy kedves édesanyám, ez a foglalkozásom. Még akkor is visszajön, jó, rendben van, hát itt futballoztál, de mit dolgozol? Hát ez a munkám. Ez a szegény édesanyám azt a végén megértette, hogy na jó, ha nem dolgozol, akkor legalább tanulj. Én ezt nagyon alaposan megfogadtam, kérem, én utána 15 éven keresztül voltam egyetemista. '58-ban jött Kruscsev hivatalos látogatásra Franciaországba. Egyik éjszaka, körülbelül a Kruscsev érkezésének két nappal előbbe, egyszerűen úgy klasszikus, régi, a komcsi módszerrel reggel 5-kor megjelennek a CRSS, vagyis a speciális rendőrök, ugye, a franciák, és Tóth úr, Monsieur Tóth, tessék velünk jönni. Hát hová? Nézze, mi azt a parancsot kaptuk, hogy magának velünk kell, hogy jöjjön, ne féljen, nagyon jól bánnak magával, majd tessék, egy hetes sétahajó. Hát a valóság az, hogy mi már igenis valamit készítgettünk, ugye, hogy Kruscsovot hogyan fogadjuk, majd Párizsba fönt, ugye,
és bizony minden magyar egyetemista vezetőt, azt bizony összeszedték úgy, mint engemet Grenoble-ba, ugye úgy, szóval Párizsba, Nizába, Aix-en-Provence-ba, mindenhol, ugye, és elvitték őket egy földközi tengeri kis szigetre. Úgy látszik, hogy tele lett a szigeti hotelökre világos, engem már nem hotelbe, hanem csak magába a elegáns séta hajóba sétáltattak el földközi tengeren egy hétig. Úgyhogy ez akkor egy nagyon-nagyon mély benyomást keltett nekem Franciaországról, hogy azért hiába, azért itt se mindenki egyformán szabad, van, aki szabadabb, egyformán testvéri, és egyformán nem egészen, egyformán egyenlő. Lesérültem a jobb okámra, és ez kegyetlenség, de hát a profi világban ez benne van, hogy az edző mondja, hogy te, József, hát vasárnapra viszont akkor is, ha le vagy sérülve, nekünk játszani kell, majd az orvosnak kortizonnal megszurkálja a bokádat, ugye, hogy játszhass, mert nekünk szükség van az eredményre. Úgyhogy én ezt kis buta fejjel engedtem, bizony elkezdett nekem a boka játékom csökkenni. És akkor kaptam az ajánlatot a Ilku Pétertől, szólt az Atlético Madridba, hogy más stílusú játékos, de igen értékes játékosként írjanak engem alá. Akkor, amikor tudták ők is, amikor megérkeztem Madridba, hogy sérült vagyok, egy éves szerződést adtak az Atlético Madridba, azzal a feltétellel, hogy ha 6 hónap alatt nem javul meg, akkor igen, akkor megszüntetik a szerződésemet. Nem sikerült megjavítani a bokámat, és erre világos a szerződésem megszűnt, tehát abba kellett hagynom a profi futball gyakorlását. Beiratkoztam a labdarúgó edzői tanfolyamok, ami Spanyolországban 3 évet jelent, ifjúsági nívon, közép, harmadosztályú nívon és ugye legmagasabb nemzeti nívon. Hát beiratkoztam ugye az egyetemen, tovább csináltam természetesen, úgyhogy végülményben talán azért, mert lesérültem pontosan, azért mégiscsak elvégeztem egyet ugye a közgazdaság egyetem politikai szakát Madridba. Minden egyes tanuló edzőnek azon a nívón, amelyiket tanít, amelyiket tanul, azon edzeni is kell. Tehát én az ifjúsági nívót elkezdtem, és akkor betettek szinte kötelezően egy abszolút kis munkás negyednek, egy harmadosztályú csapatnak az ifi edzőjének, természetesen pénz nélkül, ugye. És úgy hívják, hogy Moscardó, természetesen a Real Madridnak is van ugye ekkorú ifjúsági csapata, akinek a vezetője az uruguayi származású Santa Maria volt, aki az öcsinek a játékos társa. Tény az, hogy velem ugye az én saját pályámon ugye döntetlen játszott az a Madrid, az ő csapata, aki normálisan 10-0, 11-2 ilyen eredményeket ér el. És akkor a visszavágókon, amikor az ő pályájukra mentünk, ugye, akkor még egy-egyet játszottam, és akkor Santa Maria mondta nekem, hogy te Józsi, eljönni hozzánk edzőnek jövőre? Repülök, amikor te akarod, már is megyek. A Real Madrid ifjúsági edzőjeként, ugye, akkor a 3. évet már csináltam, tehát azt jelenti, hogy a legmagasabb nívójú edzőiskolát, és ott van egy egész országból összes tanuló. Ott jön egy hónapig, hogy bennlakásosnak kell lenni, ott vannak a vizsgák, és azon a tanfolyamon, ugye, ott a technikának az tanára már a Kubala László volt, aki egyébként már a válogatott edzője volt, ugye. És egy nagyon különös év lehetett, mert azért valóban nem igen se azelőtt, se utána nem igen volt, hogy a tanulói között szintén volt viszont 3 magyar, ugye a Puskás Ferenc, a Kocsis Sándor, aki sajnos már akkor majdnem búskomor volt és beteg, ugye, és mégis a Tóth Zele József. De amikor a vizsgák napjai jöttek, akkor a Kubala magázva, az öcsit azt mondja, hogy Puskás úr, tessék kimenni jobb szélre, majd én kiadom magának a labdát, mint egy összekötő, és maga lekezelés nélkül jobb lábbal centerez. Az öcsi elmegy mellette, az anyádnak, hát jobb láb. Tudta Laci, hogy mit csinál, ugye? Úgyhogy rendkívüli megszenvedtetek bennünket, aztán estére azt el is mondtunk neki, hogy hát hogy a fenébe csinál az ilyet. Azt mondja, hogy pont azért, hogy a spanyolok nehogy szóljanak, hogy ti magyaroknak. Úgyhogy végtelenül jó barátságot kötöttünk, ugye. A Laci az egy
az egy teljesen komplett játékos volt. Ő mindent tudott, minden felületet tudott használni a Gyúnyán. Jobb lábán, bal lábán, fejével rendkívül nagy volt, és úgy, mint az öcsit a Madridba, a Di Stefanóval együtt imádták, ugyanúgy Katalúnyába valóban, amikor egy K betűt mondtunk, azt mindenki azt mondta, hogy Kubala, ugye Lafi, ugye nem tudják érteni, Lacit mondták, ugye imádták a Lacit, mert, és amit nagyon különösen imádták, ezt hozzá kell tenni, nagyon jó képű, szőke, göndörhajú gyerek volt, rettenetes siker a nőknél. Részemre már Grenoble-tól, különösen Párizson keresztül, és a végén az Atlético Madridba is, nagyon lényeges volt az életemben. Az úgynevezett Hungária nevezetű futballcsapatba mindig meghívtak nyáron, játszunk a magyar válogatott messzíneibe, a Csintalan nevezetű Racing Parinak a volt 17-szeres francia válogatott kapusa volt az edzőnk, azzal rendszeresen játszottunk nyáron mérkőzéseket. És én nekem nagyon büszke voltam rá, hogy abban a 11-ben is benne voltam, amiben igen sokat játszott már 48 óta Kubala László is. Mivel végérvényesen letelepedtem Spanyolországba, egyik döntő oka az volt, hogy megismertem ugye egy spanyol lányt, ugye 20 éves volt, megismertem és feleségül vettem, és ugye három gyerekünk van, a Piroska, az Árpi, meg a Ferenc Jóska. Végig jártam egész Európát, végig futballoztam, de nekem a világ közepe az Füzesabony. Igaz, akkor még csak falu volt, ma már város, de úgy, mint ott érzem magam, sehol máshol. 56 után, 13. évre sikerült, miután fölvettem a spanyol állampolgárságot, ugye, és újra ugye a magyar útlevelet szintén 89 után, tehát dupla állampolgárságon vagyok, ugye, és rendszeresen hazajárok, mint hazajártam ezelőtt, mint spanyol állampolgár, ma pár még ugye, mint magyar, és úgy érzem, hogy nekem nem azért, mert a bátyám meg a húgom itt élnek, szóval a magyar gyökerek azok engem visszavárnak. Szavaim befejezésül talán csak önmagunknak, 56-osoknak. Függetlenül attól, hogy ide-haza, vagy külföldre menekülve töltötte életének nagy részét. Mindenképpen, mindannyian súlyosan megfizettünk a forradalomért. De mi akkor is, most is büszkék vagyunk a forradalomra, mert az elnyomott, kisemmizett magyar nép érdekeinek védelmébe tettük azt. Álljon tehát, mint egy életvallomásként. Sida Jenő, Psalmus Hungaricus című versének 4. szakának részlete. Vallom, hogy minden fegyver jogtalan. A szelíd Isten könnyezett, s úgy tanította ezt. De az az ember, akit fegyver szorongat, a fegyver megdicsőül kezében, és ragyogni kezd. Ezért nem is háborgom már magamban, vallom, hogy igazam nincs, és mégis igazam van. És mától fogva én nekem, örökre, ez az énekem. Ebévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vastaget üssenek át, mikor nem téged emleget, hunnyon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent, te kárhozott, te drága.